Nyárban úszott a belváros három napon át. Brit DJ Zenész nyitotta meg a Zsolnai Fényfesztivált. Védjegypályázat bírálata a Nemzeti Parknál. Újabb tagok a védjegyrendszerben. Sport és angol nyelvi napközi. Tábor a leendő elsősöknek. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják július 3-án hétfőn. Tartsanak velünk! Pénteken startolt a Zsolnai Fényfesztivál, amely három napon át ejtette ámulatba az érdeklődőket. Több mint 10 000 négyzetméternyi felületet festettek meg fénnyel az ideérkező művészek. A 25 állomásból álló fény útja és a lenyűgöző európai szinten is ritkaságnak számító látványosságok mellett közel 100 ingyenes szabadtéri program várta a látogatókat. Az első napon már pörögtek az események, így bőven lehetett válogatni a programokból. A sétatéren, a dombtéren már délután elkezdődtek a programok. A Széchenyi tér, a Jókai tér, a Káptalan utca fényei csodálatos látványt nyújtottak. Koncertek és fények rivaldája várta az érdeklődőket. A megnyitó a Kodály központban volt, a brit DJ és zenész Emika új lemezét, a Melanophont hallhatta a közönség. 2013-ban döntöttem el, hogy megírom a saját szimfóniámat. Benne voltam az akkori zeneiparban, és minden csak egy irányban haladt, ezért kilátástalannak tűnt minden. Azonban egyszer csak egy csoda folytán felszabadult, és a magamra lettem, és azt vettem észre, azzal tudok foglalkozni, amit igazán szeretnék. Megalapítottam a saját kiadómat. Mivel gyerekkorom óta zeneszerző akartam lenni, ezért most már megírhattam nyugodt körülmények között a saját szimfóniámat, a Melanophont. Ennek pedig most itt van az ős bemutatója, Bordos László Zsolt, 3D mapping művész csodálatos fénytechnikájával közösen adjuk elő a pécsi közönségnek a fesztivál nyitányaként. Újra aszfaltoznak a Jókai utcában a Mátyás Király utcai szakasztól a Rákóczi útig tartó részen. A posta előtti parkolósávot kivéve teljes szélességébe javítják az útburkolatot. A munkálatok miatt a Jókai, Mátyás Király és Zrínyi Miklós utcák forgalmi rendje a héten megváltozik, adta ki közleményében a Tettye Forrásház ZRT. Annak érdekében, hogy minél kisebb fennakadást okozna a közlekedésben, a javítási munkát az iskola zárás utára ütemezték a szakemberek. Már hétfőn lezárták az érintett parkolóhelyeket, majd július 4-én kedden 8 órától kezdik marni az aszfaltot a Mátyás Király utcától a Rákóczi út irányába. A munkagépek haladásának megfelelően változik a környező utcák időszakos forgalmi rendje, a félpályás vagy teljes útzár, illetve a parkolás tilalma. A koraszülöttek gyógyítása iránti elhivatott, több mint 3 évtizedes példaértékű szakmai munkája, értékes és sokoldalú tudományos közéleti, valamint fáradhatatlan szakoktatói és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként a Vilmos Püspök díjat adományozta Pécs professzor dr. Ertle Tibor gyermekgyógyász és neonatológus szakorvos részére. 2014-ben az egészségügyi ellátás fejlesztése terén szakmai és közszolgálati munkájában elért kimagasló sikerét, Batthyány Stratman László díjat, 2016-ban a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat kitüntetést kapta. A mostani Vilmos Püspök díj egyben a város tudományos díja. A díjat pénteken délután adta át Páva Zsolt polgármester. Lezajlott a 2017 évi Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság védjegybírálata. A sikeres pályázókat július 3-án hétfőn köszöntötték a Nemzeti Parki Termék védjegyrendszer tagjaiként. A nyertesek elismerő okleveleket vehettek át. Fafaragás, különböző tálak, kanalak, fajátékok, illetve busóállatok készültek a védjegypályázatra. A készítő mesterembereknek a pályázaton való siker szakmai továbblépési lehetőséget jelent, amely további megélhetésüket is biztosítja. Hát szerettem volna a Nemzeti Parkkal egy szorosabb kapcsolatot teremteni, mert hogy én itt dolgozom ezen a területen, Orfűn is, és ott, ahol élek, Mágocson. Hát ez volt az oka,
tulajdonképpen. A Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság harmadik éve adományoz védjegyet olyan helyi mesterembereknek, helyi termelőknek, akik egyrészt védett természeti területekről származó alapanyagból készítik termékeiket, másrészt pedig olyan módszereket, eszközöket használnak termékeik előállításához, amelyek követik a tradíciókat, néprajzi hagyományokat. Lehetőséget biztosít a Nemzeti Park Igazgatóság és a Földművelési Minisztérium internetes felületein, rendezvényein való megjelenéshez, így piaci szempontból is hasznos lehet a védjegy tulajdonosok számára, reklámértékkel is bír, másrészt pedig hozzásegíti őket ahhoz, hogy bevételt szerezzenek, és akkor így tudják a szakmai színvonalon, magas szakmai színvonalon végezni a munkájukat, és esetleg bővíteni a termékkínálatot, hozzájárulva a hagyományok megőrzéséhez. Ezúttal busómaszkokra, fafaragványokra, népi hangszerekre, népi játékokra írt ki pályázati felhívást a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság. A zsűrizés nyomán három alkotóművész, Udvardi Krisztián, Tóth Árpád és Rosta Endre összesen 17 terméke kapta meg a Nemzeti Parki termékvédjegyet. Elkezdődött a strandszezon, és a pécsieknek a kedvenc fürdőhelye a hullámfürdő is már körülbelül egy hete nyitva van, és természetesen az Orfői strand is kedvence a pécsieknek és a környékbelieknek. Ezekről a fürdőkről, ezekről a strandokról, ezeknek az üzemeltetéséről fogunk most beszélgetni Vári Attila vezérigazgatóval, a PSN ZRT-től, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Sokan alig várjuk már ezt az időszakot, és egy kis hűsülés a belváros közepén, a hullámfürdőben azért ez elengedhetetlen. Mi mindent kellett esetleg idén egy picit felújítani, hiszen az elmúlt időszakban egy hatalmas felújítás történt, tehát talán szezon megelőzően azért akad egy-két apró dolog. Igen, jó napot kívánok! Ez a strandidőszak, így a iskola bezárta után, rengeteg gyermeket várunk Orfűre is és a hullámfürdőbe is. Természetesen, amit említett, hogy igenis volt egy nagy felújítása a hullámfürdőnek, hiszen azért elég régi patinás medencé 1932-ből, és maga a hullámosztató medence, meg mellette a 33-as medence. Nagyon szeretik és népszerű a pécsváros lakók körében. A kinti rész az teljes mértékig föl lett újítva, a benti kiszolgáló helyiségek váratnak magukra. Egyedül azért nem tudunk még hozzákezdeni, mert az edzések leálltával és a táborok leálltával tudjuk a minden éves augusztusi karbantartásnál ezeket a hibáinkat javítani. Sajnos úgy nagyon nehéz az üzemet évközben teljesen megszakítani, mert akkor nincs külső medencénk, akkor csak belső. Ezért jogosan mindig az odalátogatók szólnak és reklamálnak, de nekünk egy olyan dolgot is figyelembe kell venni, hogy maga az üzemeltetés és maga a gyerekek kiszolgálása az ne legyen bármilyen töréssel megszenvedve, és akkor így az augusztusi leállásnál fogjuk a belső dolgokat korrigálni, de hát a külső rész az teljesen szép, rendben van, és rengetegen látogatják, nagyon sok táboros gyerek is van, annak nagyon örülünk, hogy népszerű így a hullámfürdő Pécset. Idén is lesz fesztivál, meg valamilyen kis izgalmas nyári programok? Igen, minden évben volt egy-egy fesztivál, meg terveztünk különböző szolgáltatásokat. Idén is lesz, meg nem tudom mondani még, hogy mikor, ez azért rendezvénytől is függ, viszont még az is kérdés, hiszen most lesz az egyik legnagyobb világesemény, a vizes világbajnokság, és azt is szeretnénk úgy időzíteni, hogy a megfelelő vendégmennyiséghez tegyük azt a szolgáltatást, és ezért valószínű, hogy az augusztus hónapban lesz a hullámfürdő fesztivál. A jegyárak, belépők ára, bérletek ára változott-e idén? Nem, évek óta változatlan, és ebben a formában ráadásul délutáni jegyeket is elég jól működnek 15 órától, és 4 év alatt meg bejöhetnek a gyermekek ingyen. Én szerintem ez pont jó, mert aki munkából vagy munka után szeretne még egy kicsit hűsölni, az azért eléggé jó baráti áron, ha lehet így fogalmazni, tud egy kicsit frissülni nálunk. Tehát egész pontosan a belépő, hogyha lehetne részletezni, mondjuk egy felnőtt, egy gyerek, egy diák, egy nyugdíjas, egy hogy vannak ezek most? A felnőtt az 1000 forint, akkor a délutános strandjegy 15 órától az 600 forint, és a gyermek az meg 560 forint. Az Orfői strand részüzemeltetése és a PSN ZRT-hez tartozik. Mit jelent ez, hogy részüzemeltetés? Az, hogy
Az Orfű Aquapark az a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek a tulajdonát képezi, és a Kivin Kft., aki a üzemeltetését nem csak ennek, hanem több országos vagyonkezelő ZRT tulajdonában létesítményt is üzemeltet, és mi meg besegítünk nekik, hiszen a mi munkaerőnkkel és a mi átképzett dolgozóinkkal rengeteget tudunk avval segíteni, hogy helyiek vagyunk, és nem kell országos szinten ledelegálni különböző státuszokat. Ez azért is fontos számunkra, mert ez egy ilyen bevett szokás nálunk, hogy több lábon állunk, és a dolgozóinkat nem csak egy szakirányba, hanem különböző átképzéssel tudjuk időszakonként máshol is foglalkoztatni. Ez azért jó, mert hát van jégpályánk is, lőtterünk is, van hullámfürdőnk is, de hát vannak bizonyos időszakos munkálatok, ahol azért több ember kell, és több ember szükséges a feladat megoldására, amikor nyitjuk a plusz medencéket például, és nagyon jók a kollégák is, és rengeteg pozitívum jön vissza országos szinten is, hogy a szakemberénk azok kiválóak. Rengeteg segítséget kértek tőlünk a vizes világbajnokság lebonyolításához is. Rengeteg olyan dologgal tudtuk segíteni szakmailag, és hogyha kell, akkor még a nemzeti sportközpontoknak is tudunk egy ilyen gyors csapatot felállítani, hogyha kell, de ott is megvan a megfelelő létszámmennyiség, de azért nekünk vannak olyan tartalékerőink, hogy például a vizes világbajnokságra bármikor be tudunk segíteni. És mennyibe kerül a jegy az akvaparkba? Ott változott az akvaparkba azért sok jegyár van, mert ott vannak ilyen családi jegyárak is, de ez a 15 órától az 1300 forint, vannak családi jegyek, ahol 6-tól 14 éves korig 1000 forint, 15 órától például egy délutáni jegy, akkor a délutáni jegyek 1000 forintok, de ez attól függ, 2 plusz 2 az ilyen 5500 forint. Az összegei a családi jegynek. Én szerintem a árérték arányban a országos szint az egyik legcsaládbarátabb összegekről beszélünk. A környezet az magáért beszél, hiszen bármikor, amikor ott vagyok és körbenézek, fantasztikus ez a dombokkal szegélyezett tó melletti elterülő, tényleg egy csoda terület, és rengeteg ember látogatja, nem csak pécsiek, hiszen ez a pécsieknek a nyári lakhelyül szolgál a Orfű, hanem országos, de hát itt a környező országokból is jönnek hozzánk vendégek, és mindig megcsodálják, amit nem csak a fürdő vendégek, hanem különböző sportágakba is szoktunk bekapcsolni egy-egy ilyen eseménybe, triatlonba volt ilyen olimpia 5 próba, annak is helyszíne volt mondjuk a maga az akvapark, akkor szoktak lenni vízilabdatornák, szóval és mindig olyan egy-egy olyan rendezvény esemény, amivel egy kicsit tudjuk színesíteni a Orfűi akvaparknak is a szolgáltatását. Akkor strandolás mellett várjuk a vizes VB-t is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Elítélték azt a férfit, aki megtámadta mit sem sejtő zárkatársát, majd a mellékhelyiségbe próbálta zárni a menekülő férfit. A férfi tavaly tavasszal épp előzetes letartóztatását töltötte egy zárkában, amikor minden ok nélkül megütötte egyik társát, aki próbált elmenekülni, de a vádlott tovább támadta őt. A mellékhelyiségbe menekülő sértett férfit a vádlott nem engedte ki. A sértett a történtek során testszerte 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A pécsi járásbíróság június 9-én kihirdetett ítéletével személyi szabadság megsértésének büntette és könnyű testi sértés vétsége miatt O.S. vádlottat 1 év 10 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év közügye gyakorlásától való eltiltásra ítélte, valamint elrendelte egy korábbi felfüggesztett 2 év börtönbüntetésének végrehajtását is. Az ítélet nem jogerős. Június 28 és július 2-a között Budapesten a Pest-Szent Imrei Sportkastélyban rendezte a Magyar Látványtánc Sportszövetség a Látványtánc Európa Bajnokságot. Az 5 napos viadalon összesen 936 versenyszám 12 kategóriában mérte össze tudását. A pécsi Fordan Tánc Klub 4 csapattal képviselte a várost a rangos eseményen. Egy EB győzelem, egy 4 vagy 6., egy 11. helyezés, valamint egy külön díj a klub mérlege. A dobogó legmagasabb
legmagasabb fokára állhatott a felnőttek között az Elysium akrobatikus rock'n'roll női formáció a Párbaj című koreográfiával. Edzőjük Major Laki Ágnes és Pap Viktor. A sportot és az angol nyelv megismerését ötvözték abban a napköziben, amit a Széchenyi István Gimnázium általános iskola és sportiskola leendő elsőseinek szerveztek. A gyerekek nagyon lelkesek voltak a tábor 5 napja alatt, és a vizes programokat élvezték a legjobban. A sportot és az angol nyelv megismerését ötvözték abban a napköziben, amit a Széchenyi István Gimnázium általános iskola és sportiskola leendő elsőseinek szerveztek. A gyerekek nagyon lelkesek voltak a tábor 5 napja alatt, és a vizes programokat élvezték a legjobban. Azt tetszett jól, hogy amikor volt a vízidili. Az óvodások egy része a köznevelési típusú sportiskolai képzésre jelentkezett. Az egykori társi hagyományait folytatva a cél a sport megszerettetése, és ezzel együtt az egészséges életre való felkészítés. Természetesen itt lehetőség van arra, hogy valakiből élsportoló váljon, valaki pedig a szabadidősport felé orientálódjon, és hát különféle tantárgyakkal ismerkedhetnek meg. Közben ilyen lesz a sportágválasztó, a küzdelem és játék, felső tagozatban már a sporterkölcstan, illetve középiskola, az kiegészül sportpszichológia, edzéselméleti, sportági ismereti tantárgyakkal összekötve. A Radnóti utcai telephelyen 5 évvel ezelőtt indult a 2 tanítási nyelvű angol képzés. Az első osztályosok a betűvetés és az alapvető számolás elsajátítása közben játékos formában tanulják az angol nyelvet heti 5 órában. A napköziben résztvevő óvodások másik része ebben a képzésben vesz majd részt szeptembertől. Úgy gondolom, hogy az angol nyelv azt szinte ma már beleszületett a gyerekekkel, akár a számítógép nyelve, vagy akár bármerre, hogyha mennek külföldön, akkor meg tudjanak szólalni. Illetve a célunk az, hogy ne csak meg tudjanak szólalni, hanem hogy természetesen, mint hogyha anyanyelvük lenne, úgy szólaljanak meg. A köznevelési típusú sportosztályban a Rádgéber Akadémia és a PSN ZRT szakmai iránymutatása szerint a kosárlabda, az atlétika, az úszás, a szertorna, a labdarúgás és a kézilabda sportágak alapjaival ismerkedhetnek meg a gyerekek, de a tananyagba beépítették a közdelem és játék, valamint a sportág választó tantárgyakat is. A 2 tanítási nyelvű angol képzés során az első-második évfolyamon 3 tantárgyat, a rajzot, a technikát és az éneket tanulják angolul a gyerekek, majd a 3.-4. évfolyamon a környezetismerettel bővül a tantárgyak sora. A felsőbb osztályokban angol történelemmel és angol nyelvi civilizációval ismerkedhetnek a tanulók. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Fényárban úszott a belváros 3 napon át. Brave DJ zenész nyitotta meg a Zsolnai Fényfesztivált. Védjegypályázat bírálata a Nemzeti Parknál. Újabb tagok a védjegyrendszerben. Sport és angol nyelvi napközi. Tábor a leendő elsősöknek. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!